Na, Domi az úgy dönt, hogy gyere, menjünk már tovább, nem, nem akarsz? Nem, 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 nem. De miért a bicó miatt? Zárd le akkor, és gyere vissza. Nem a bicó miatt. Ja, nem? Kimész amúgy is? Domi! A gótálj meg! Na maradj, mindjárt jövünk! Domi fosikázik, kiment. Fosikázó Özsenke. Na. A gótálj meg! Na maradj, mindjárt jövünk! Domi fosikázik, kiment. Fosikázó Özsenke. Na, mindjárt, mindjárt jövünk! Nincs kaja, majd utána eszel! Aki nem jön, az nem kap kaját. Az áldozó helyét. Ravatalozó? Ez para. Hát nem tudom, de nem a legbiztonságosabb. Akkor is ilyen volt, mikor gyerekek voltunk. Ember de por. Na, kiértünk a másik végébe. Nem ez az oldala, ott jöttünk be. Tudom, de ahol feljáró. Ott a feljáró. Itt a feljáró, itt már nem találtam. Csak tele van dzsundzsával. Jó, jó, ezt itt előtte teljesen. Tiszta gaz? Domi! Itt vagyunk, fent! Gyere erre! Még nem volt ebben annyira. Szerintem hagyjuk, ne menj be! Nagyon gani, nem látszik semmi. Mi csináltál? Megszúrt. Na, megyünk le. Benőtte a gaz, itt már nem lehet elmenni. Ne, ne gyere, menjünk le. Nem lehet tovább menni, menjünk. Na, köszönj, megvártál, aranyos vagy. Nem sissak, ez a fekete, ami a betörőknek van. Hát azért ilyen szedve elég. Na mindegy. Indiana Jones. Tomiana Jones. Ürödjetek bölcsességemben! Jaj, Özsenke, de aranyos voltál. Nem megyek. Ott hogy fértél át, Tomi? Átjössz? Nem. Maradsz? Én megyek tovább. Gyere már semmi, nincs már semmi. Gyere, Domi. Nem szó. Jaz, Domi, nem? Maradsz? Mindjárt jövünk. Hát itt megyünk tovább még egy kicsit. Na, hova mennénk be? Itt nem lehet bemenni. Várjál, megyünk ide-vissza. Na, nagyon benne. Na, Özsenke. Özsenke. Menjél vissza, Özsenke. Arra. Erre? Arra lesz már, erre nagyon benne. Özsenke Jones! Egy tavi mókus. Ugyanaz felette a talánba. Nem kevés. Na, az úgy buli lenne. Ordítanál. De szerintem a lábam is kapott egy kicsit valamiből. Viszked nagyon. Nem mondod. Para. Na, menjünk. Na, megyünk, együnk kicsit. Fú, nagyon durva meleg van amúgy. Na, hát itt át tudtuk volna húzni magunkat, de ez így nem jött össze, úgyhogy most megállunk és nosizunk, aztán meg majd lassan megyünk vissza. Na, amúgy... Várjátok. Tomi, hoztunk neked egy kicsit ebből. Oh. Jó étvágyat hozzá. Fette? Igen, anya igen, vette meg, neked. Meg, nézd csak, hoztunk hozzá neked kis kanalat. És ezt mivel legyem? Jaj, magába? Nem. Nem, ezzel, pizzással. Ez oh. Nagyon finom amúgy. Van szendvics. Milyen figyelmes anyukád. Van szemcsalatta. Eljel megkóstolom. Köszi, anya.
Mit kell mondani? Köszönöm szépen, anya. Nem. Amit Özsenke szokott. Ja, én nem tudom. Hát milyen az most? Finom. Na. Látod? Tanul. Csipőse! Nem olyan durva amúgy. De egyébként amúgy túl vagyok. Ne strandoljunk picit! Kérdez, Domi? Még az arcomra kenjük egy picit? Segítség, megtámadtak! Segítség! Segítség, követnek! Van! Ez jó! Nem bírok felmenni, a gyerek meg felment! Gyerünk! Gyerünk! Meg tudod csinálni! Arra kell menni tovább, arra! Itt nagyon durván tele van szúnyoggal! És vágjátok, ezt nem vettem, hallom, hogy torka szakadt fából ordít, de tényleg, tehát így azt mondja, ez itt fájni fog, elakadt a csalámba, és tiszta vörös. Azt mondja, menjünk arra, tud egy rövid utat? Hát rövid volt, csak visított torka szakadtából. Na, mindegy. Jobb lesz, ha visszafele megyünk. Nem hitt nekem. Na, mint láttátok, Tomit szarrá csípte a család, vagy hát sajnálom, hogy nem tudtam felvenni, meg igen. Bement egy bogára szemben. Na, meg amúgy átcseréltem a pólót, mert szó szerint facsarni lehetett belőle vizet. Nem, menjünk vissza! Úgyhogy, nem érdekel vissza, nem. Nyugi. Nem. Na, hát az a durva, hogy közben eltévedtünk, amúgy tényleg eltévedtünk, és a három kis gyerek az tudja, hogy hol vagyunk. Mi nem? És én eddig azt hittem, hogy Tomi tudja, de most közölt, hogy nem, tényleg nem tudja merre. Szóval... megyünk valamerre. Nem tudom. Gyere! Gyere, menjünk! Gyere, ne maradj itt! Na, kiértünk. Oké. Okay. Innen már világos, hogy hol vagyunk. Tök másfele vittek volna minket. Azt mondja, hogy tudják az utat, de tök másfele vittek volna. Ügyik vagytok, kijutottunk. Na menjünk, induljunk, szerintem vissza, jobb lesz. Na, és akkor most ide leülünk, és beszélgetünk egy kicsit. Azt az S8-at láthattátok már a videóból, és tervezünk vele egy autós videót, 605 lóerő, és továbbá nagyon sok minden mást is. Ami másképp alakult, mint ahogy terveztük, az az, hogy a tavalyi nyaram az szinte semmi volt ehhez képest, és most minden nagyon összejött. Aminek igazából tökre örülök, de nagyon nehéz összehozni mindent. Videózunk folyamatosan, ugye gépújítás volt, szeretnénk játékokat is csinálni, közben dolgozok egy helyen, készítem a videókat, vágunk, közben tök jó, ha néha van egy kis magánéletem is, hogy aludjak, meg egyek, mert talán ennyi kb. És mellesleg rajta vagyunk a legelső komolyabb projekten, ami annyiból állna, hogy leforgatunk egy kisebb filmet. Ennek reméljük, hogy picit nagyobb sikere lesz, mint a kis videóknak. Ez egy sokkal összetettebb videó lesz. Forgatókönyvvel, mindennel, és valószínű, hogy ez lesz a helye. Tehát ez így nagyjából most született meg konkrétban, hogy ez így lesz. És látjuk majd, hogy alakul. Szia, Zsenke! Na jó, hagyjuk, mert ez most egy nagyon picit komolyabb hangvételű. Úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, hogy ennyien vagyunk már, meg minden, és másfél éve valaki mondja, hogy itt fogunk tartani, vagy valami ilyesmi lesz. Amúgy elég sötét vagyok, nem mindegy. Szóval, hogyha valaki nekem mondja másfél éve, hogy itt fogunk tartani, meg én azon fogok gondolkodni, milyen filmet forgatok le, nem nagyon hiszem el neki szerintem, de tökre örülök neki, és tényleg szeretnénk megköszönni, hogy ilyen fordulatot vett az életem, meg az életünk, mert én nagyon hálás vagyok érte. Tényleg boldog vagyok. Szóval köszönöm nektek, meg köszönöm a Zsenkének, mert ő miatt kezdtem el. És most szerintem megyünk visszafele, és megyek haza vágni. És mellesleg bocs, hogy ilyen unott pofával mondtam el az egészet, mert most néztem vissza, de kicsit fáradt vagyok, szóval tudjuk benne. De attól jó kedvem van, meg minden, csak fáradt vagyok, mert nagyon sok a teendő. De megcsináljuk, és
túl leszünk ezen is. És pár hét múlva beáll nagyjából a helyzet, és csak a videózásra tudunk koncentrálni, mert továbbá összeírtuk a listát, tehát mindig, mikor eszünkbe jut valami videó, felírjuk listára. És körülbelül olyan 60 videónál járunk most, amit le kéne már forgassunk, úgyhogy vannak tervek, meg minden, és köszönjük, hogy vártok, mert igen, most ahhoz képest, hogy naponta volt videó, kicsit megritkultunk. Na, jó, nem pofázok többet. Menjünk már. Majd hozzászoknak. Előbb-utóbb. Megyünk itt vissza? Beakadt. Szóval azért csípte a csalám már. Nem vörösödött be? Nem most, amit. Már ezért megérte. Tudjátok, Tomi abba a hitbe él, hogyha sok követője van az embernek, akkor nagy hatalma van Instagramon. És szeretne sok követőt, szóval kövessétek be, ha dörüljön. Igen, azért még átváltam csak sportolói profilra. Jó, és akkor sportoló lesz, szóval kövessétek be! Meg lefolyátok szét a képét. Jön autó! Jön autó! Na hát sikeresen visszaértünk, Tomi megkért, hogy egy évig ne hívjuk most már több ilyen túrára. És itt az S8, amiről videó várható szerintem a napokban. Na hát akkor viszontlátásra. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Szegény, nagyon fáradt. Mi meg csak a segünket ültük szét. Anya, elfáradtam nagyon. Meg kellett volna mondjam előre nektek, hogy mit fog mondani, mert ezt mondtam volna is, és tényleg ezt mondtam. De imádlak. Izzadtátok a méreganyagokat, mozogtatok. Már nem tudott ülni, annyira szétült a segéd. Tényleg? Ja, meg mi is. Mert kényelmetlenek az ülések, vagy nem erre vagyunk kitalálva. Hát a bicikli arra való, hogy tekerjen. Nem ülsz, hogy szétlenül. Mindegy, hagyjuk. Jó, a lényeg, hogy nagyon jó volt, nagyon jól éreztünk magunkat. És elmondtam nekik, hogy tervben van a kisfilm, meg minden tervben van, és köszi a támogatást, hogy majdnem minden nap néztek, meg van, aki minden nap néz minket. Jön egy csomó olyan e-mail, hogy minden nap minket néztek, szóval köszönjük szépen. Úgyhogy, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, reméljük, hogy tetszett, nevessetek sokat. Hogyha tetszett és még nem iratkoztál fel ránk, akkor iratkozz fel ránk. Akkor szia! Jövünk nem sokára, és akkor sokkolom! Thank you.